Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog, és a mai videóban a családról lesz szó. A család az én értékrendem szerint a legfontosabb dolog a világon. És ez most nem valami halálos iramban féle frázis. Égyünk a családra. A családra. A családra. Hanem sokkal inkább a valóság. Magyarországon a házasságok 67%-a válással végződik. Én is ebbe a 67%-ba tartozom, hiszen az én szüleim is elváltak. Úgynevezett mozaik családban nőttem fel, de még mindig szerencsésebb vagyok, mint a csonka családosok. A válás rendkívül megrázó dolog egy gyerek számára. Mondanom sem kell, hogy amikor 6 éves voltam, óriási traumaként éltem meg ezt az egészet. De mégis ez erősített meg abban, hogy a család egysége a legfontosabb. Kortársaimhoz képest viszonylag fiatalon, 25 évesen házasodtam meg. Ebben az életszakaszban a következő szint elérése az aktuális játékban, a hétvégi buli helyszín kiválasztása, vagy jobb esetben a hétköznapokat fellettető hobbi focizás a legfontosabb. Velem ellentétben. Aztán ott vannak a karriercentrikus genderisták, akik motherhood penaltiban gondolkodnak, a fiatal lányok, akik fehér lovon vágtató herceget keresik lepukkant kocsmájukban, vagy a tanulásba menekülő strébercsajok, akiket senki nem ért meg. Nem akarok senkit letéríteni a saját útjáról, de azt tudom, hogy én rendkívül jó úton járok. 26 évesen született meg a kislányom, ami ugyan megváltoztatta az életemet, de a változás csupa boldogságot és örömet hozott. Végre azt éreztem, beteljesül minden vágyam, és mostantól ténylegesen családot alkotunk. Felejthetetlen érzés, amikor először a kezemben fogtam. Amikor az első jelét mutatta annak, hogy mennyire szeret, mint ahogy az első léptei és szavai is felejthetetlenek. Sokan azt gondolják, hogy a karrier, az előrelépés gátja a gyerek. Pedig ez óriási tévedés. Egy gyerekkel rengeteget kell foglalkozni, de nem kell eldobni mindent. Úgy is azok a dolgok fognak kikopni az életedből, amik egyáltalán nem voltak fontosak. A probléma az, hogy erre túl későn jönnek rá az emberek. Itt is van egy no return point. Baromi nehéz 40 évesen tökéletes párt találni. Hát még később. És a családalapítás? Na igen. Talán mondhatjátok, hogy csak szerencsés vagyok. De! Így hárman bármilyen akadályt legyőzhetünk. A sárga csekkektől, a fájdalmas traumákig mindent. Persze ez így nagyon idillinek tűnhet, és a mi esetünkben az is. De látom, mások hol rontják el. Én is beleeshettem volna ezekbe a csapdákba. De a család, mint legfontosabb értékrend, mindig megmentett ettől. Örökre összefonódott az életünk. És bizony nagyon komoly traumákon mentünk keresztül mi is. 2016. Életem legrosszabb éve. Szóval 2016. A feleségem ismét áldott állapotban, nagy volt az öröm, egészen a 12. hétig. Az egész egy rossz véreredménnyel kezdődött. Aztán vizsgálatról vizsgálatra járva nem javultak a dolgok. A feleségem nagyon aggódott, de én végig bíztam abban, hogy minden rendben lesz. Aztán a genetikai ultrahangon eldőlt, hogy semmi nincsen rendben. És a 16. héten meg kell szakítani a terhességet, és meg kell szülni az életképtelen magzatot. Hatalmas csapásként ért a hír. Mondhatni sokkolt. Teljesen magunkba zuhantunk. Ha nincs ilyen erős kötődés a családon belül, talán fel sem dolgozzuk a mai napig. Borzasztóan nehéz volt. És amit én éreztem, az semmi ahhoz képest, amit a feleségem érezhetett. Amikor a klinikán az egyik csaj kérdezte, hogy ti is abortuszon vagytok? Nekem ez a harmadik tavaly óta. Akkor egyszerre forrong benned a dű, a csalódottság, a fájdalom, az értetlenség és a harag. Nem csak erre a nőre, hanem mindenre, saját magadtól, az orvosokon keresztül, egészen Istenig. Arról nem is beszélve, hogy hetekkel később, mikor zokogva elmondod a másik gyerekednek, hogy nincs baba, na az a pillanat, azt kitörölném. Bármennyi pénzt adnék érte. Csak azt elfelejthessem. Itt jön újra a család. Egy jó család alapja, egy jó kapcsolat a szülők között. Egy jó kapcsolat alapja pedig a közös értékrend, hasonló gondolkodás, azonos célok, és persze a jó szex. Mivel ez mind megvan, 12 év után is, ezért nagyon lassan és nehezen, de túljutottunk rajta. Olyannyira, hogy most itt jelenteném be nektek őt. Igen, ő az én egészséges kislányom, Lotti. Minden létező vizsgálatot elvégeztünk, és most már az 5. hónapban járunk. Szeptember végén vagy október elején nem lesz nálam boldogabb ember a világon. Ezt garantálom. Ezt a videót nézve, hallgatva, mindenki eldöntheti, hogy mibe érdemes leginkább befektetni. Kötvénybe? Ingatlanba? Adóoptimalizációba? Munkahelybe? Szeretőbe? Szerintem már mindenki tudja az én válaszomat. Nem is kérdés, ugye? Nem akarom megmondani, hogyan éled az életedet. Pusztán felvázoltam nektek, hogy én hogyan teszem. Nem érzem magam pancsernek, sőt! Biztos vagyok abban, hogy pont ez hiányzik a gyűlölködők, az agresszív okoskodók, a piás idióták világából, hogy a többi karaktert ne is említsem. Ezer fontos dolog van az életben, de nálam ők a legfontosabbak. Decisions as a good
go to anywhere I flow. Sometimes I believe the time we should know. I can fly high, I can go low. Today I am a million, tomorrow I know. Decision, there's a go to anywhere I flow. Sometimes I believe the time we should know. I can fly high, I can go low. Legközelebb találkozunk, szevasztok!